Kedves nézők, ez itt már a fogadóra. A stúdió vendége a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselője, Földi László. Köszöntöm, képviselő úr, és köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó napot kívánok, és én is köszönöm a lehetőséget. Hát itt lehet azt mondani, hogy most van nem is minden, de szinte minden a költségvetés körül forog. Így igaz, mert ugye a pénzügyminiszter úr Varga Mihály úr benyújtotta az ezévi, vagy a jövő évi költségvetés tervezetét, és nyilván a ház túl van az általános vitán, túl van a bizottsági vitákon, és reményeim szerint a jövő héten, a 16-ával kezdődő héten szavazunk is a költségvetésről, a jövő évi költségvetésről. Úgy jellemzik, hogy ez a biztonságos növekedés költségvetése. Mitől? Hát nézze, biztonságos növekedés, arról van szó, hogy egyrészt megnöveljük a tartalékalapot. Mintegy 480 milliárd forinttal lesz nagyobb a tartalékalap a költségvetésnek, mint a 2018. évi költségvetésnek. Miért van erre szükség? Azért van erre szükség, mert azt látjuk, hogy azért Európa gazdaságában nincs minden helyén. Tehát vannak negatív kilengései a gazdaságnak, és ahhoz, hogy a magyar gazdaság a következő évben is, 19-ben is biztonságos növekedést tudjon produkálni, ahhoz szükséges az, hogy megfelelő tartalékot képezzünk, és ez egyszer ez magyarázza. Másodszor pedig az, hogy nem engedjük szétszaladni a ménest. Ez azt jelenti magyarra fordítva, hogy csak addig takarózunk, ameddig a takarónk ér, és minden területen igyekszünk minden lehetőséget megragadni ahhoz, hogy a meglévő forrásokat jól használjuk föl, de ne nyújtózkodjunk túl, mint ameddig a takarónk ér. Hát akkor nézzük a főbb programpont. Rengeteg van, tehát nem is húzom az időt, mert szinte reménytelen, hogy a végére érjünk, de nézzük a fontosabbaknak vélteket, például, nem csak annak vélt, hát ez mind nagyon jelentős téma. Kezdjük a családok helyzetével és a családok támogatásával, ez hogyan alakul a tervek szerint 2019-ben? Hát nézze, a család támogatási rendszerben különböző területeken nagyon sok pénz lesz 2019-ben is. Puskáznom kell pontos számokhoz, több mint 2000 milliárd forint lesz a 2019. évben összességében ebben a rendszerben. Tehát ebben benne van az étkezési támogatás, benne van erről beszélünk, a tankönyv támogatás, benne van a csoknak az ügye, tehát számtalan, benne van az, hogy emelkedik a két gyerekes után az adókedvezmény, és még lehetne sorolni tovább, de akkor térjünk a részletekre, hogy mit is takarnak ezek a számok tulajdonképpen, és mi változik a 2019-es költségvetésben a családtámogatási rendszerben. Kezdjem azzal, hogy ugye 2011 óta, akkor 20 ezer forint volt a család, a két gyerekes családok után az adókedvezmény. A 2019-es költségvetésben ez már 40 ezer forint lesz gyerekenként. Ez gyakorlatilag az elmúlt 6-7 évben megduplázódik, vagy 7-8 évben megduplázódik az adókedvezmény. Ezt én nagyon fontosnak tartom. Ez azt jelenti, hogy ennek az adókedvezménynek a kapcsán mintegy 300-400 milliárd forint marad a családoknál, hiszen ezek nem kell befizetni. Ez mintegy 350 ezer családot érint Magyarországon a következő évben. A másik ilyen nagyon fontos terület a csoknak az ügye. Ugye az elmúlt években a csokot, a családi otthonnal kapcsolatos pénzügyi lehetőséget mindegy 75 ezer család vette igénybe. Ennek a kerete 242 milliárd forint lesz 2019-ben, ez nagyon nagy pénz. De meggyőződéssel mondjuk, hogy ez a terület kvázi minden ráfordítást megér. De ugyanilyen, hogy majdnem 80 milliárd forint jut jövőre a gyerekek étkezési támogatása, szociális alapon az étkezési támogatása. Nyilván megvannak azok a kritériumok, hogy milyen alapon lehet ezt a támogatást igénybe venni, de ugye több mint 500 ezer gyerek részesülhet ebben a szociális étkezési támogatásban. És amikor azt mondják ellenzéki képviselők, főleg MSZP-s képviselők a házban, hogy ugye súlyos gyermekét éhínség van Magyarországon, ez egyszerű hazugság, nem igaz. Én nem szoktam nagy példákat hozni, de mindig abból indulok ki ilyen példák esetében, mint a saját városomból, vagy a saját településemből, illetve azokból a településekből, abból a 10-ből, ahol engem megválasztottak képviselőnek,
hogy ha csak Szegedet nézem, nagyon sok gyerek részesül itt is az ingyenes étkezésben. És bizony előfordul az is, hogy nem eszik meg az ételt. Ez nem mindig az étel minőségével függ össze, hanem egyszerűen nem ismerik, vagy nem szeretik azokat az ételeket, amiket főznek. Nem mindent, de van erre is példa. Tehát összességében igaz, hogy aki ma Magyarországon gyermeki éhezésről beszél, az egyszerűen nem ismeri a valóságot, nem tudja, hogy igazából mi zajlik ebben az országban. Ehhez kapcsolódik még, ha megengedi kedves Mátyása, hogy a tankönyv támogatás. Ez lett volna a kérdés. Az egy millió gyereket érint körülbelül éves szinten ebben az országban. Erre a következő évben 11 milliárd forinttal több jut, mint 2018-ban jutott. Tehát ma Magyarországon gyakorlatilag a tanulók nagy része, több mint egy millió gyerek kap ingyen tankönyvet, amit használhat, tehát ez is egy óriási, ez is a családok támogatásáról szól, ez is tulajdonképpen, hiszen ezt az összeget, amit a tankönyvre kellene fordítani a családoknak, azt nem kell, hanem másra, a gyerekek ruháztatására és egyéb területre lehet fordítani adott esetben. Oktatásról mindenféleképpen beszélünk, de itt egy alapintézményét azért érintsük ennek, az óvodákat. Igen. Az óvodák kiemelt fontosságúak. Nem véletlenül tartalmazza a köznevelésről szóló törvény, ugye, hogy 3 éves kortól kötelező az óvodáztatás. És egyébként csak mondom zárójelben, ugye, hogy a következő évben, és illetve még ez év őszén újabb pályázatok jelennek meg az óvodafejlesztésekhez, óvodabővítésekhez, mert szükség van rá. Hiszen ugye különösképpen ugye 5 éves, vagyis az utolsó éve az iskolába menés előtti utolsó évben, meg aztán végképp kötelező az óvodába járni a gyerekeknek. No, ezen a területen is lesz komoly változás, hiszen durván 81 ezer forint volt óvodásonként az a pénz, amit az állam adott az óvodafenntartóknak 2018-ban. Ez 2019-re 97 ezer forintra nő durván, de azt jelenti, hogy mintegy 16-17 ezer forinttal megnő az egyobodásra jutó állami támogatás 2019-es esztendőben. Ez nyilván ez a működési költségekre vonatkozik, és ezen túlmenően bizonyos szakmai feladatokra még a büdzsé tervezete tartalmaz mintegy 500 millió forintot, amit elsősorban az óvónők szakmai képzésére, felkészítésére lehet majd fordítani. De ugyanez, ha iskolánál tartunk, ugye, mert ugye a gyerekétkeztetés, a tankönyvellátás, ez ugye nyilván az intézményhez szorosan kapcsolódik, vagy az iskoláztatáshoz szorosan kapcsolódik. A közoktatásban a következő év mindegy 16 milliárddal jut több, mint 2018-ban jutott. És ez fedezi az intézmények működési költségét, karbantartási költségét, fedezi az intézményekben dolgozók bérét, mind a pedagógusoknak, mind a nem pedagógus munkavállalóknak a bérét fedezi. Tehát azt elmondhatjuk nyugodtan, hogyha a gazdasági évet nézünk, hogy a 2019-es költségvetés év is megfelelően gondoskodik mind az óvodákról, mind pedig az iskolákról. Bocsánatot kérek. Tehát azt hiszem, hogy nincs mit szégyellnünk ezen a területen. Nyilván vannak hiányosságok, de a költségvetés ezeket igyekszik kezelni, akár a fenntartói oldalról, akár pedig mondjuk a karbantartás oldaláról, vagy felújítás oldaláról. Az intézmények, meggyőződésem, hogy az intézmények egyre jobb állapotban vannak, amióta az állam működteti az intézményeket, hiszen nagyon sok felújítás és egyéb, vagy új intézmények építése történt meg az elmúlt években. Sok kritika éri az egészségügy helyzetét az ellenzék részéről. Hogyan alakulnak a tervek szerint a jövőben az egészségügyre fordított kiadások? Hát nézze, az tény is való, hogy a 2010 előtti kormányok rengeteg pénzt kivettek az egészségügyből. Nagyon sok ember elküldtek, több intézményt bezártak. Ezt elmondhatjuk egyébként óvodákról, iskolákról ugyanígy, 2010 előtti korszakról. Na most
A Fidesz-KDNP kormánya 2010 óta tulajdonképpen majdnem 550 milliárdal többet fordított egészségügyre, mint az azt megelőző években, és a 19-es költségvetési tervezet, amit reményeink szerint a ház el is fog fogadni, több mint 100 milliárd, 101 milliárd forinttal több támogatást biztosít a magyar egészségügyben, egészségügynek, mint a 2018-as. Tehát ez plusz 101 milliárdról plusz beszélünk. Plusz 101 milliárdról beszélünk. Ez a 101 milliárd, ez különböző módon oszlik meg. Egyrészt több mint 50 milliárd jut kórházak, korszerűsítésére, műszerek, diagnosztikai eszközök beszerzésére. Jut belőle egy 1,5-2 milliárdnyi a családi orvosok, házi orvosoknak a plusz támogatására, illetve szakrendelők, illetve fogorvosi támogatásra is. És itt fontos kiemelnem, hogy az Egészséges Budapestér program is elindult, és ez a jövő következő években még inkább föl fog erősödni. Ez számunkra azért fontos ceglédiek és cegléd környékiek számára, mert a Cegléd Toldy Ferenc Kórház is belekerült ebbe az Egészséges Budapestért programba. Itt 25 kórházról beszélünk tulajdonképpen, az ömében fővárosi kórházak, de Pest megyéből is a Cegléd Toldy Ferenc Kórház benne van ebben a programban, mindegy 12,5 milliárdnyi összeggel. Na most ez nyilván ez nem egy évre szóló program. A következő években összességében erre a területre, az egészségügy fejlesztésére mintegy 700 milliárd forintot fordít a kormány, elsősorban a saját nemzeti forrásból. És természetesen a megemelt egészségügyi támogatás, az nyilván lehetne többet. De most ennyit bírunk hozzátenni a 19-es esztendőben, reményeink szerint a gazdaság teljesítése, a gazdaság növekedése következtében ez a jövő évben, a 20-ban is növekedhet. De az egészségügy támogatásában benne vannak azok a bérfejlesztések is, amelyek elindultak, a szakápolók bérezése, az egyéb ápoló tevékenységet folytatók bérezése, a kórházban dolgozó orvosok bérezésének a javítása mind-mind elindult, és reményeink szerint ez abba az irányba hat, hogy egyre kevesebb, egyébként a KSH szerint az utóbbi években egyre kevesebb egészségügyi szakdolgozó, illetve orvos hagyta el a pályát, illetve ment külföldre, szemben az ellenzék állításával. Vannak problémák persze, vannak gondok, mert házi orvosi szolgálatnál vannak, nem is a mi körzetünkben, a mi vidékünkön is vannak betöltetlen praxisok, nem sok, de van. Vagy idősödik a házi orvosi kar, úgymond, és nehezebben tudunk fiatalabb orvosokat majd ide hozni, de hát nyilván ez irányban is vannak lehetőségek, ez irányban is vannak olyan támogatások, amelyekkel lehet segíteni, hogy egy adott háziorvosi körzetbe tudjunk megfelelő tudással bíró orvost hozni. Oktatásról beszéltünk már, azért néhány gondolatot még a felsőoktatásról. Folytatódik-e, és igen, hogyan a felsőoktatási intézményeknek a fejlesztése? A felsőoktatási intézmények fejlesztése az elmúlt években is kiemelt feladat volt, a büdzsé kiemelten foglalkozott vele, és ez a terület az következő években is, a 19-ben is megfelelő támogatással bír. Különböző kampuszok, háttérintézmények kerülnek felújítás alá, illetve új intézmény egységek kialakítása is folyamatban van. El kell mondjam, persze itt is azért vannak negatív örökségeink, ugye ilyen volt ugye a PPP kollégiumi programoknak az ügye, vagy ilyen vagy torna, vagy sportcsarnokok ügye, ami szintén ide kapcsolódik, és azoknak a kiváltása nem volt egyszerű, de most már ezek rendben vannak téve, úgymond. És hát én bízom benne. A magyar felsőoktatás egyébként meggyőződésem, hogy jól teljesített az elmúlt években is, hiszen az legutóbbi statisztikák szerint több magyar egyetem is bekerült a világ első 500 egyeteme közé, ami azért komoly rangot jelent.
Csak megjegyzem, érdekesség, a CEU nincs ebben benne. Növelik-e, és ha igen, hogyan a megváltozott munkaképességi munkavállalók foglalkoztatásának a támogatását a tervek szerint? Nézd, összességében az a cél, a teljes foglalkoztatottsága, mit jelent magyarra fordítva? Azt jelenti, hogy 2010 óta mintegy 750 ezer embert tudtunk a munkavilágába visszavezetni. Ebben benne van a közmunkaprogram is, természetesen, de, és itt kiemelt szerepet kap, úgymond, a megváltozott munkaképességűeknek a támogatása. A 19-es költségvetés tervezete, állami költségvetés tervezete, de egy 2,7 milliárddal nagyobb pénzt, nagyobb összeget szán erre a feladatra, mint egy 42,5-43 milliárd forintról beszélünk, tehát 19-ben a megváltozott munkaképességűek munkába állítása, az magyarul azt jelenti tulajdonképpen, hogy azokat a munkaadókat, vállalatokat, cégeket, amelyek megváltozott munkaképességű embereket foglalkoztatnak, azoknak vannak speciális lehetőségei, ami fejében az állam helytáll. Mennyi pénz jut a nevelőszülők támogatására és a roma szakkollégiumi hálózatra? Jut-e több, mint idején? Hát én kiemelt fontosságonak tartom a nevelőszülői hálózatnak az ügyét, hiszen sok úgymond állami gondozott gyermeket megfelelő családi körülmények között tartanak, nevelnek, és tisztességgel járatják őket iskolába, óvodába, egyéb, tehát megkapják azokat a fontos indítatásokat, amelyeket a rendes családban is megkapnak a gyerekek. A büdzsé 2019-ben a nevelőszülői hálózatra mintegy 450 millió forinttal több pénzt fordít, mint 2018-ban, és a roma kollégiumokkal is így van. Én meggyőződéssel mondtam már korábban is, még polgármester koromban is, hogy a roma gyerekek, egyáltalán a roma társadalomnak a roma kisebbségnek az ügyét elsősorban oktatáson keresztül kell, óvodáztatás oktatáson keresztül kell és lehet megfelelőképpen kezelni, és erre a területre, és ezek a szakkollégiumok, ahol a roma gyerekeket nevelik, oktatják, és különböző szakmákra igyekeznek megtanítani, a jövőre mintegy 400-420 millióval többet kap, mint kapott 2018-as költségvetésben. Ez kulcskérdés. Én meggyőződésre mondom, hogy nincs más út, mint az iskoláztatás a roma gyerekeknél. Én ezt nagyon jól látom és tapasztalom Ceglédén, az Ugyerben, ugye ott az óvoda odavitele az egy kulcskérdés volt, és az iskola is nagyon fontos, hogy ott van, és egyre jobb eredményeket érnek el, mind az óvodában, mind pedig len az iskolában. Magyar gazdaság, versenyképesség. Hogyan igyekeznek még versenyképesebbé tenni a magyar gazdaságot? Gondolok itt munkát terhelő adókra, hazai tulajdonú KKV-knek a lehetőségeinek, versenyképességének a javítására, szakképző intézmények, megint mindennel összefügg, ismétel jutottunk az oktatáshoz, szakképző intézmények fejlesztése, kutatási projektek támogatása. Hát nézzel, sorolni itt még ezeket a szeleteket, amire tartozik. Ugyan keveset, nem túl sokat beszélünk, de ugye mert mindig, amikor a nagy riportok vannak itt ott, mindig van nagy üzemek jönnek előtérbe, de a kis és középvállalkozások adják ma a Magyarországon munkavállalók, adnak munkát kb. Kétharmadának. Akik ma Magyarországon munkavállalók, kb. Kétharmaduk kis és közepes vállalatnál dolgozik. Na most, a kormány gazdaságpolitikájában prioritást élvez a kis- és középvállalkozások támogatása. Nyilván vannak problémák, esetleg most a pályázatoknál voltak csúszások, a pályázatok elbírálásában voltak csúszások, vagy a kifizetésekben voltak csúszások, de összességében igaz, hogy a következő években is, hát csak egy konkrét példát mondjak, ugye
Pest megyében, Pest megye, mivel nem volt ugye a központi régiónak volt a tagja, és nem kapott komoly uniós forrásokat, emiatt ugye a magyar kormány helyi pénzből, tehát magyar költségvetés mindegy 80 milliárdot bocsátott a megye rendelkezésére, nyilván évekre hosszan nem egy évben felhasználva. De itt is a vállalkozás fejlesztésre, a vállalkozás bővítésre vannak ennek a pénznek 60%-a. Amit nyilván Pest megyében lehet majd csak, vagy Pest megyében lehet felhasználni. Egyrészt már nyilván ott van, ahol kell, nyilván még lesznek erre kiírások és a következő években. A másik nagyon lényeges dolog, hogy ugye, nem csak úgy lehet a vállalkozásokat támogatni, ugye, hogy most akkor különböző pályázati úton adunk nekik pénzt, hanem úgy is, hogy bizonyos adókat, amelyek a munkáltatókat terhelik, azokat csökkentjük. Ilyen pontosító, ugye a szociális hozzájárulási adó mértéke 2019-ben további 2%-kal csökken, ami most 19,5%, de ez 19-ben 17,5%-ra fog csökkenni. Ez nagyon fontos, mert ez a pénz ott marad a vállalkozásoknál, és ebből bizonyos mértékre akár tud bért emelni, ha szükséges, vagy akár fejlesztéseket is elindíthat ebből az ott maradó pénzből. Na most a vállalkozások ügyével szorosan összefügg nyilván a szakképzésnek az ügye. Nemrégében, most volt az elmúlt hét végén volt például a Juhász Fesztivál Törtelen, ahol ugye délelőtt egy nagyon komoly szakmai program zajlott a Sebők Miska bácsi juhászatánál, és ott is többen kiemelték, ugye, hogy elsősorban a szakképzés az, amit erősítenie kell, például azon a területen is, mondjuk, hogy állattenyésztés. De ez így van, a szakképzés erősítését kell végrehajtani a következő évben, években, annak érdekében, hogy és nem csak, itt most nem csak agráriumban beszélek, hanem az ipari szakmákról is beszélek, hogy megfelelő szakmunkások kerüljenek ki ezekből az intézményekből, és itt azért fontos szerepet kapnak ugye a duális képzés keretében a vállalkozások is. Hogy a vállalkozásoknak olyan szakképzést, olyan tanulmányi körülményeket kell kialakítani, hogy a gyerek az oda megy, lássa meg, és akkor gyakorlatilag valós élő körülmények között tudja a szakmát elsajátítani, ne csak egy kicsit tanműhelyben kezdjen el reszelni mondjuk egy lakatos inas vagy lakatos tanuló. Néhány nappal ezelőtt, nem olyan régen volt Angela Merkel és Orbán Viktor találkozója. Több fronton is tárgyaltak, itt szóba került a gazdasági együttműködés, védelmi együttműködés, és hát persze a migráció. Igen, ugye az nagyon, nagyon jó volt a miniszterelnök úrnak az a mondás, amit pontosan idézek, hogy máshonnan nézzük a világot, másképpen is látjuk, de az orosz együttműködésre törekszünk Németországgal. Nézze, tény is való, hogy ma Magyarországon nagyon sok német vállalatnak van Magyarország üzeme. Ugye a külföldi beruházók nagy része az Németországból jön Magyarországra. Hát csak konkrét példát említsek, nem pár hete adtuk át Szijjártó miniszter úrral, ugye az Infineonnak, ami német érdekeltségű cég, az Infineonnak egy újabb létesítményét, és ezzel az, hogy oda bekerülnek mondjuk az irodai alkalmazottak, a gyárvezetés, minden, ezzel a felszabadult területeken termelést lehet majd bővíteni. Tehát másképp ítéljük meg a két ország, másképp ítél meg a két miniszterelnök, vázítve a kancellárasszony, meg a magyar miniszterelnök a migrációs kérdést. Az egy másképpen. De hogyha azért belegondolunk, és ezt a miniszterelnök úr nagyon szimpatikusan elmondta véleményem szerint a sajtótájékoztatóján is, amit Merkel asszonynak közösen tartottak, ugye, hogy Magyarország tulajdonképpen azzal, hogy a magyar határt védi, azzal az 4-5 ezer, 6 ezer migránst tart fönt naponta, akik mennének Ausztria-Németország felé. De ugye az egésznek azért van egy pikantériája, meggyőződésem, ugye, hogy tulajdonképpen ugye, mi összefogva a V4-ekkel,
és ide csatlakozik most már Ausztria, de ugyanúgy Olaszország is, tehát egyre erősödik, és ezt a kancellárasszony is érzékelte, hiszen nem csak a V4-ek Ausztriával és Olaszországgal kiegészítve, vagy ki, igen, kiegészítve, hanem ugye magában Bajorországban is komoly gond a migráció, és ugye emlékezzünk vissza, hogy a német kormányban a belügyminiszter az bajor, és nagyon komoly szembenállása volt. Hát a CDU-CSU frontján vannak ellentétek. Vannak ellentétek, igen, igen. Tehát, de én azt érzékelem, és talán ezt a kancellárasszony is elfogadta, ugye, hogy igen, Magyarország nagyon sokat tett és tesz annak érdekében, hogy Európa gazdagabbik felét is megvédje az illegális bevándorlástól. És azért itt most már osztrák példák is vannak ez ügyben, nem is kis lépések Ausztriában. Ugyanezek a lépések, vagy erősebb lépések Olaszországban is megtörténtek, és szerintem a következő hetekben, hónapokban, vagy évben egyre több ország látja be ezt az egész szituációt. Sikeres volt ez a találkozó? Legyünk már annyira idézőjelben önzőek, magyar szempontból vizsgáljuk értelemszerűen, szóval... Én meggyőződésem, igen, azok a hírek, amelyek eljutottak hozzánk, illetve azok a belső tájékoztatások, amelyeket mi kaptunk mind a külügyminiszter úrtól, mind pedig len a frakcióban, azok egyértelműen arról árulkodnak, hogy ez sikeres akció volt, mert a gazdaság az tovább növekszik, a német befektetés az tovább fog erősödni, a védelemben tovább fogunk erősödni, a NATO keretében tovább fogunk erősödni. Tehát én azt hiszem, hogy ezek mind pozitívak Magyarországra vetítve, és azt hiszem, hogy Magyarország miniszterelnöke Európában még soha nem volt annyira erős, mint most. Épp ez lett volna a következő kérdésem, hogy véleménye szerint mennyire értékelődött fel Magyarország, illetőleg a V4 szerepe az elmúlt években, az elmúlt időszakban? Hát nézze, ugye ha csak a migrációs kérdést veszem alapul, akkor ugye a V4-ek álláspontja az elmúlt években egyértelmű volt, egyöntetű volt. Mind Csehország, mind Szlovákia, mind Lengyelország, mind pedig Magyarország egyértelműen kiállt amellett, hogy az illegális migrációt meg kell állítani, és nem Európában kell őket ellátni, hanem a saját, tehát meg kell keresni azokat a lehetőségeket, amelyekkel saját hazáig vagy saját földjükön tudjuk őket segíteni és támogatni. Na most, és jól mutatja az, hogy a V4-ek teljesen együtt vannak ebben a témában is, az, hogy nem engedték megbüntetni tulajdonképpen Lengyelországot, nem büntették meg Magyarországot bizonyos területeként, mondjuk a Stopsoros kapcsán, meg egyebek kapcsán. Tehát a V4-ek szerintem szilárd egységet alkotnak itt az unión belül, és most már úgy látom, ugye, hogy az unió kvázi erős országai is komoly, hogy mondjam, respekttel veszik a V4-eket, nem beszélve arról, ugye, hogy Ausztria is gyakorlatilag ugyanazokat az elveket képviseli ma már például migrációs ügyben, mint amit a V4-ek képviselnek. De hasonló ehhez Olaszország hozzáállása is. Van még 2 percünk, említette a Stop Sorost, beszéljünk akkor erről zárásképpen. Életbe lépett július 1-jével, ugye? Jól mondom, igen. Ez a törvénycsomag. Igen. Miről is szól ez a stopsoros törvény? Ezt ugye ezt nagyon sokan cikizték, meg próbálták szétszedni, meg ízekre szedni, meg tüntetni el, meg nem tudom micsoda. Mi a magyar kormány álláspontja? És itt megint a migrációra kell visszatérni. A stopsoros törvény arról szól, hogy az, aki illegálisan hoz be migránsokat, vagy szervezi a migránsokat, azokat meg lehet büntetni. Kész. Tudod, ez a sarkalatos része. A másik nyilván ezzel együtt az alaptörvény módosítása is megtörtént, hogy
az alaptörvény ugye megfogalmazza az identitását az országnak, és hozzáteszem még ezzel jött a BTK módosítása pedig büntethetővé teszi, akár börtönbüntetéssel is fenyegetheti azokat, akik támogatják a illegális migrációt. Tehát én ezt sarkalatos dolgoknak tartom, ugyanis semmi másról nem szól az egész stopsoros törvény, úgy vagy csomagtörvény tulajdonképpen, mint az ország szuverenitásának megvédéséről. Ugye mi Magyarországon nem úgy szeretnénk a népességet növelni, hogy beengedünk x millió illegális embert, illegális bevándorolt, hanem úgy, hogy a család, mint ahogy a költségvetés kapcsán beszéltünk róla, a családtámogatáson keresztül igyekszünk minél több olyan lehetőséget, kedvezményt adni, hogy minél több gyerek szülessen meg Magyarországon. Két percünk van még, képviselő úr. A folytatásról gondolok itt arra, hogy lesz-e szünet egyáltalán, mikor lesz szünet a parlament munkájában, mert most gyakorlatilag a választások igen, most óta, illetőleg amióta összeállt az új parlament, folyamatosan dolgoznak. Igen. Hát július 20-án, ha minden igaz, akkor a rendkívüli ülés az július 20-án jövő héten pénteken lesz, zárul, és a jövő héten pénteken lesznek még szavazások, valószínűleg akkor fogadjuk el a költségvetést is, a jövő évit, és elvileg ugye július 23-ától, vagy 23-án hétfőtől mehetünk úgymond szabadságra augusztus végéig, és szeptemberben indul újra. És akkor indul újra a nagy üzem. Indul a nagy üzem. Képviselő úr, köszönöm szépen, hogy nálunk járt. Jó munkát kívánok. Én is köszönöm a lehetőséget, és mindenjuknak szép nyarat kívánok, kedves tévénézőknek is szép nyarat, jó egészséget. Kedves nézők, ez volt a Fogadóra. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra.